Egy korábbi videóban már bemutattam a Sanguino projektet, ami az a 644P és 1284P csippeket hozza el nekünk az Arduino platformra. Ez azért lehet érdekes, mert sokszor az Arduino mega tudása túl sok, ha csak egy kicsit nagyobb memóriára, vagy néhány plusz lábra, megszakításra, vagy soros portra lenne szükségünk az UNO-hoz képest. Akinek most picit is sikerült felkeltenem az érdeklődését, annak csak azt tudom ajánlani, hogy nézze meg a már elkészült videókat a sanguino építéséről. Ebben a videóban azt mutatom meg, hogyan lehet Kínából nyomtatott áramkörű lapot rendelni az építéséhez, és mire kell nagyon odafigyelni a tervek feltöltésekor. Kezdjünk is hozzá! A Sanguino panel nyár terveit letölthetjük a Google Code archívumából az alábbi címen. Keressük fel és navigáljunk a letöltés menüpontra, a lista alján található Board Design Fight pedig töltsük le a gépünkre. Ezen kívül, hogy megkönnyítsük a későbbi fejlesztést, töltsük le a Breakout Bot design terveit is. Tömörítsük ki az állományokat, és nézzük át a mappákat, fájlokat és látványterveket. Bár az építéshez csak a szanguinó panel nyár tervei szükségesek, de célszerű már most a breakout boardot is megrendelni. A breakout board egy olyan kibontó kártya, amely segítségével egyszerűen egyetlen csavarhúzóval tudjuk csatlakoztatni az érzékelőket a mikrovezérlő digitális ki- és bemeneteihez. Ennek használata nagy mértékben megkönnyíti a későbbi fejlesztést. Az interneten több nagy nyákáróházat találunk, az egyik legnépszerűbb a kínai PCBV. Az általuk gyártott nyákok minősége kiváló, és az árazás is elég pénztárcabarát. Érdemes egy próbát tenni vele mindenképp. Főleg azért, mert ha most regisztrálunk az oldalra, kapunk 5 dollár értékű kupont, amit az első rendeléskor be is tudunk váltani. Első lépésként hozzunk létre egy fiókot. Ezt jól be kell állítani az első alkalommal. Az oldalra belépve egyből láthatjuk a rendelés folyamatát segítő állapotsort. Mint minden, ez is online árajánlat kalkulálással kezdődik. A kalkulátorra klikkelve választhatunk a szabványos és az úgynevezett QuickTurn PCB gyártás között. A fő különbség a kettő között, hogy a QuickTurn oldalon a feltöltött Gerber fájból automatikusan kiolvassák a szükséges bárításokat. Ez egyszerű terveknél nagyon praktikus megoldás, de a mi esetünkben sajnos csak egy oldalas nyáknak ismerte fel a letöltött terveket. Ezért én most a hagyományos rendelés mutatom be nektek. Az árkalkulátor oldalon találhatunk online Gerber file nézegetőt is. Itt is érdemes zip fájban feltöltenünk és megtekintenünk terveinket. A rendelés elején meg kell adnunk a nyák fizikai méretét és a rendel darabszámot ami esetünkben minimum 5 darab lesz. A szanguinó boldok két rétegűek, ezt válasszuk ki, a többi bárítás pedig hagyjuk változatlanul. Szállítási országként adjuk meg Magyarországot, és ha gyorsan kézbe is szeretnénk venni a nyákokat, akkor a DHR segítségét kérjük ebbe. Ha inkább a pénztáncánkra vigyáznánk, akkor pedig a kínai posta lesz a barátunk. Ilyenkor a szállítási idő egy hónapra változik. Az előzetes bárítások után pedig jöhet a konkrét árajánlat kérése. Első lépésként fel kell töltenünk a gelbe fájlokat, amiket azonnal felülvizsgálat alá is vesznek. Ha hát mennek a tervek az előzetes ellenőrzésen, akkor következhet a fizetés. Előtte azért még érdemes áttekinteni a tervek bárításait, láthatjuk, hogy itt már a pontos fizikai méretek szerepelnek, azok javítva lettek. Ha mindent rendben találunk, akkor jöhet a szállítási adatok megadása. Név, cím, telefonszám, esetleg adószám. Ki kell még választani a szállítási és fizetési módot is. Én javaslom, hogy ha nem tartunk tőle, akkor a PayPal segítségével fizessünk. Ezek után a fiókunkban folyamatosan nyomon tudjuk követni a rendelés menetét. De az e-mail postaládánkat is figyeljük, mert még ott is kaphatunk kérdéseket a gyártás alatt. Sajnos a feltöltött Gerber fájlok -ok rétegeinek elnevezése nem volt teljesen tiszta a gyártónak, ezért rákérdezett. Szerencsére jól azonosította be a rétegek funkcióit, de azért megkért, hogy legközelebb már egyértelmű neveket használjak. Erre mindig nagyon figyeljünk oda, ha rendelünk. Két rétegű nyák elnevezési szabályait a videó leírásában megtaláljátok. Az rendelés feladásától számítva négy napon belül meg is érkeztek hozzám a nyomtatott áramkörök, amit a PCBV oldalán azonnal vissza is jeleztem. A csomagban az áramköri lapkák mellett egy tollat és pár matricát találtam. A szállítás alatt az rendelt nyákok buborékos fóliában voltak csomagolva, ami valószínűleg a szállítás közben minden fizikai behatástól képes megvédeni tartalmát. Ezzel tehát nincs probléma, nincs miért aggódni. Szikével viszont óvatosan bontjuk csak ki ezt a buborékos fóriát, nehogy magunkban vagy a rendelt nyákokban kárt tegyünk. Nem is olyan egyszerű, mint azt gondolnánk. A nyomtatott áramkörök minősége kiváló. A rézrajzolat mindenhol pontos, a szélességgel és alakhűséggel sincs semmilyen probléma. Elcsúszott furatok sem láthatóak, és a forrasztásgátó lakvastagsága is mindenhol rendben van. A festékszita nyomaton pedig az apró feliratok is egészen jól olvashatóak. Egy szóval jó érzés kézbe venni a lapkákat, mert szép és pontos a gyártás. Összességében azt mondhatjuk, hogy az online nyelkáruházak által ma már az iparban használt csúcs technológia a hobbisták és barkácsolók számára is elérhető és megfizethető. A PCBV az egyik legmegbízhatóbb külföldi gyártó, amit a folyamatos, gyors és pontos kommunikáció jellemez, legyen szó akármilyen pici projektről is ebben a videóban beszerettem volna mutatni, hogy milyen gyorsan és egyszerűen lehet terveinkhez nyomtatott áramkört rendelni, és ehhez én most jó szívvel tudom ajánlani nektek a PCBV szolgáltatásait. Bátran próbáljátok tehát ki! Köszönöm, hogy itt voltál velem, és megnézted ezt a videót, és ha tetszett, akkor talán érdemes feliratkozni a csatornára is. Sziasztok!